Elutasította a Minority Safe Pack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés bejegyzésével kapcsolatos román keresetet ma az Európai Bíróság. Ezzel az utolsó akadály is elhárult azelől, hogy a kezdeményezők benyújtsák az európai kisebbségvédelmi csomagot a november 1-én felálló új Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság 2017. március 29-én hosszú jogi huzavona után vette részlegesen nyilvántartásba a kisebbségi szervezetek által összeállított kezdeményezést. Románia azonban eljárási okokra hivatkozva megtámadta a határozatot, a döntés megsemmisítését kérve. A bíróság most megállapította, hogy a kérdéses határozat a brüsszeli testület hatáskörébe tartozik. Időközben a kezdeményezők összegyűjtötték a szükséges egymillió támogató aláírást is. Az Európai Bizottság 2013. szeptemberében még úgy találta, hogy a kezdeményezés olyan területeket akar szabályozni, amelyek nyilvánvalóan nem tartoznak az EU jogalkotási hatáskörébe. Az akkor jelutasító határozatot azonban a kezdeményezők megtámadták az Európai Bíróságon, amely végül 2017. februárjában a javukra döntött. Ezt követte a brüsszeli bejegyzés. Románia már harmadszor veszít ebben a témában az Európai Bíróságon. Így ideje lenne megváltoztatni az álláspontját a kisebbségi jogok európai szabályozásával kapcsolatosan. Véli Vince Loránta az Európai Kisebbségek Föderatív Uniójának az elnöke. Ez a döntés bennünket erősít, megyünk tovább a Minority Safe Pack kezdeményezéssel, december 3-án fogjuk benyújtani az Európai Bizottsághoz az aláírásokat és a jogszabály tervezeteket is, és ezek után, ezután a döntés után megerősödve mondjuk azt, hogy nem lehet megkerülni a döntéshozatart és a jogszabályok elfogadását ebben a témában. A bizottság szűrőjén átment jogszabályokat ezt követően a parlamentnek és az európai tanácsnak is jóvá kell hagynia. Utóbbi testületben azonban nem lesz egyszerű meggyőzni a hagyományosan kisebbségellenes tagországokat, köztük Romániát, Szlovákiát vagy Görögországot. Az Európai Unió 28 tagállamában csak nem 60 milliót tesz ki az őshonos kisebbségek lélekszáma.